Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. A Varga Mihály miniszter által vezetett pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkáraként dolgozik az új kormányban Bodó Sándor. Emellett korábban az országgyűlési jegyzője és a Költségvetési Bizottságnak is tagja volt, ám ez összeférhetetlenség miatt változott. A képviselő egyébként nagy fölénnyel nyerte meg a választást a püspökladányi központú 5-ös számú egyéni választókörzetben. Az új feladatokról és aktuál politikai kérdésekről is beszélgetünk a következő 20 percben. Bodó Sándorral jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mindenek előtt gratulálunk az államtitkári kinevezéséhez. Mennyire számított ön erre? Mennyire volt ez benne a pakliban? Mennyiben volt esetleg meglepetés? És egész egyszerűen hogy alakult ez a folyamat, hogy önből államtitkár lett végül? Köszönöm szépen a gratulációt. Meglepődtem, megmondom őszintén, egyáltalán nem készültem ilyen jellegű feladatra. Természetesen, mint a képviselő kollégáim is, foglalkozunk ezzel a témával, hiszen fogadóóráinkon az önkormányzatokkal, cégekkel való tárgyalások során nagyon sokszor előjön, hogy hogyan és miképpen is lehet a foglalkoztatásban előre haladni, de azt nem gondoltam, hogy ilyen szintű feladatot kapok. Egy kellemes délutáni órán felhívott miniszter úr, hogy kellene beszélnünk. Tulajdonképpen így indult. És akkor leültek beszélni, és akkor derült ki ön számára is, hogy államtitkár lesz? Igen, egész konkrétan ez történt. Mennyire gondolkodott rajta, hogy elvállalja? Vagy lehet-e itt nemet mondani egyáltalán egy ilyen felkérésre? Látom, szerkesztő úr tájékozott már a közéletben. Természetesen azért végig kell gondolni. Egyrészt vannak más feladatok is. Nem túlságosan régebben megválasztottak a parlament jegyzőjének, az is egy fontos feladat. Egyéni országgyűlési körzetben vagyok valóban, Püspökladány Hajdúszoboszló körzetben. Nyilván az embernek van egy család élete, ami talán ezzel kellett volna kezdenem a legfontosabb. Tehát mindent mérlegelni kellett ebben a helyzetben. Megbeszéltem azokkal, akikkel meg kellett, végig gondoltuk, és tényleg ez a megtisztelő feladat, azt gondolom, egy olyan felhívás volt ennyi év közéleti tevékenység után, amire semmiképpen nem tudtam nemet mondani. Picit sem ilyet meg a feladattól, tehát hogy mondjuk egy államtitkári pozíciót kell betölteni, foglalkoztatáspolitika a feladat, mennyire kell mérlegelni ilyenkor szakmai szempontból? Fölvetődött a beszélgetésünkön részemről ez az aggodalom, hiszen ez mégiscsak egy speciális világ, ha mondhatom így, de amikor miniszter úr azt mondta, hogy nyitottságot vár, némi életszagot, élettapasztalatot, voltál polgármester, voltál közgyűlési elnök, voltam harmadik ciklus egyéni körzetként, tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve azt mondta, hogy hát akkor nagyjából mindent tudsz. Ez persze egy ilyen, mondhatom úgy, egy kicsit tréfás évődés volt, de kétségtelen tény, hogy azért aki polgármesterként, közgyűlési elnökként, országgyűlési képviselőként, és most nem dicsekvés semmiképpen a történet, de találkozott azokkal a szereplőkkel, akik most is meghatározók a munkaerőpiacon, az azért már látott egymást. Én láttam azt az időszakot, amikor bizony nagyon sokan munkát kerestek, bejöttek a polgármester hivatalba, bajban vagyunk, segítséget kérnek. Aztán találkoztam azokkal a cégekkel, akik azt mondták, hogy be kell csukni a kaput, mert az a gazdasági helyzet, el kell küldenünk dolgozókat, találjunk ki valamit. Találkoztam a kamara jeles képviselőivel már, amikor a megyei közgyűlési elnöke lehettem, és hát országgyűlési képviselő körzetként pedig ez még, illetve ott való szereplésem során, ez még hatványozottabban megjelent. Tehát azok a szereplők, akik igazából a legfontosabbak, mert azért azt látnunk kell, hogy itt a munkavállalók, a munkaadók, tehát ők a legfontosabbak, egyáltalán nem a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, tehát ővelük azért volt egy olyan kapcsolatom, hogy ismertem ennek a csoportnak, ennek a rétegnek a kéréseit, igényeit. Így aztán nyilvánvalóan valamelyest ez bátorított a döntésben. Mennyire sikerült már belerázódni ebbe a feladatkörbe? Gondolom, hogy azóta nem lett kevésbé elfoglalt, hogy államtitkár lett önből, talán azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy a műsor felvétele után is még ugye elfoglaltsága van, venni kell földesre. Gondolom, hogy ez jóval több feladattal jár, és talán több szerepléssel, ezt így lehet megfogalmazni pontosan. Nyilvánvalóan szereplés is van benne, de ebben a helyzetben talán még fontosabbak azok a háttértárgyalások, amelyeket akár a munkaadókkal, akár a munkavállalókkal, érdekképviseletekkel, érdeklődő cégekkel le kell folytatni. Ezek ugye jellegükből adódóan azért többnyire nem a nyilvánosság előtt zajlanak.
nem is titokzatosak persze, de mégiscsak olyan érdekegyeztetés zajlik, amit akkor is abban a formában nem lehet nyilvánosság előtt megtenni, az eredményét természetesen nyilvánosságra kell hozni. Tehát egy ilyen jellegű feladat mindenképpen van. Ezeket általában a hét első napjaiban szoktam elkövetni, hétfő, kedd, szerda, és csütörtök, péntek, illetve hétvége pedig a választókerületben való munkának az ideje, ezért van most is ez az egyezés, amiről szó volt. Na akkor beszéljünk konkrétan a foglalkoztatáspolitikáról. Most mondhatnám azt, hogy viszonylag kényelmes helyzetben került ebbe a pozícióba, hiszen a munkanélküliség ráta egészen alacsonyan 4% körül van, ahogy én tudom, a legfrissebb adatok talán ezt mutatják. Most nem mondom azt, hogy akkor nem sok tennivaló van, mert nyilván ezzel együtt is van még hová elmozdulni, sőt ugye a legújabb jelentések már azt mondják, hogy sok helyen munkaerő hiány van. Igen. Ebből a szempontból mit lehet mondani most, hogyha egy rövid helyzetértékelést tartunk, tényleg mi a helyzet ilyen szempontból foglalkoztatáspolitikában? Ezen a helyzeten most tényleg nagyon sokat lehet dilemmázni, mert országunk meglehetősen kettéosztott, megosztott ebben a helyzetben. Az ország jelentős részén valóban már nagyon-nagyon keresik a munkaerőt, a minőségi munkaerőt is, a tömegmunkaerőt is, és nem nagyon találják. Ezek nyilván a főváros és környéke, a dunántúli megyék, de azért bizony már itt keleten is van ilyen tapasztalat. Aztán van néhány megye, sajnos ebben itt a keleti végek benne vannak, ahol azért még nem pont ez a helyzet, ahol még sokan vannak, akik munkát keresnek, tehát nagyon kiegyenlítetlen most ez a helyzet. Természetesen ebből adódóan mind a két feladatunk jelen van, tehát egyrészt van, ahol munkaerőt keresnek, meg van, aki munkaerőt keres. Most ha arányokat kellene mondanom, azt kellene talán meghatározóképpen elmondani, hogy nagyjából fele-fele most a munka, tehát már közel sem arról van szó, hogy munkahelyeket keresnek, pontosabban munkaerőt keresnek, hanem munkahelyeket is. És hát ha ebben a helyzetben mind a kettőre gondolnunk kell, tehát nagyon összetett feladat. Ezért nem lehet az, amit talán már a korábbiakban is elhangzott, hogy egy főcsapás irányt meghatározni. Tehát már nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon most a célhoz vezető út ez és ez. Nem. Ebben a megyében, ebben a járásban ez, ebben a körzetben, illetve egy másikban pedig egy más feladat van. Ezért összetett most ez a munka, ezért speciális. Mit mondan egyébként, mennyire lehet még ezen a munkanélküliségi rátán javítani? Tehát azért gondolom, hogy a rendszerben van egy korlát, amin túl már nagyon nem lehetséges menni. Tehát nyilván az egy álom, hogy elérjük a 0%-ot, vagy az azt megközelítő állapotot. Lehet még ebből lefaragni? Akkor kezdjük ezzel a szegmensével talán a feladatot. Mindenképpen lehet, tehát ez nem kérdés, hiszen azért látjuk, hogy vannak még tartalékok. Itt ugye mindig előjön, hogy és hol. Hát ilyen példa az egyik a női foglalkoztatás, ebben azért még sok tartalék van, pontosabban ennek a rugalmassábbá tétele. Ugye nagyon sokan, ez így alakult ki a mi társadalmunkban, fiatal anyaként azért nem szívesen vállalnak mondjuk 8 óra munkát, mert ott vannak a gyerekek. Vagy esetleg idősebb hölgyként, aki mondjuk gondozza idős szülőket, hozzátartozókat, megint azt mondja, hogy én szívesen dolgoznék, nem tudom én, 6 órában, 4 órában, vagy valami rugalmas munkaidőben, vagy távmunkában. És ezeknek a gyakorlata, hagyománya még nem túlságosan erős Magyarországon, pedig bennük van rejtett tartalék. És inkább azt mondja, hát ha 8-ban nem tudok dolgozni, akkor inkább nem dolgozok semennyiben, és ápolási díjom van, és hát stb. Míg ha megtalálnánk számukra ezeket a rugalmas kereteket, akkor ő is tudná, és szerintem lelkileg is szívesebben venni, hogyha egy csökkentett munkaidőben akár otthonról is dolgozhat. Na, nyilván ezek még távoli képek, tehát nem hiszem, hogy egyik hónapról a másikra ez megoldódik, de el lehet ebbe az irányba indulni. Aztán a másik, és talán most ez a legfeltűnőbb, hogy azért a közfoglalkoztatásban még mindig nagyon sokan dolgoznak. A közfoglalkoztatás egy nagyon fontos időben, egy nagyon fontos segítség volt a társadalomban, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy már olyan értékteremtő dolgok születnek, amire, ahogy lehet mondani, igazán csettint a munkaerőpiac. Csak hogy azért valamilyen szinten hát látni kell, hogy itt a munkabéreket mégiscsak az állam biztosítja. Ez azért egy igen jelentős befolyásoló tényező, ha a piaci viszonyokat figyelembe vesszük, és hát ebben a helyzetben azért látni kell, hogy ez nem lehet egy tartós, életfogytig tartó időszak. Ezeket az embereket is valamilyen szinten átképzéssel és praktikus, célszerű átképzéssel vissza kell segíteni a munkaerőpiacra. Itt is van tartalék. Aztán a belső átképzések, tehát
Valamikor ugye annyira egyértelmű volt, hogy apáról fiúra szálltak a generációkon át a foglalkozások, nagypapa is az volt, apuka is az volt, én is az vagyok, a gyerek is az lesz. Hát ma már erre egyre kevesebb esély van, mert olyan új munkanemek jönnek, olyan új foglalkozások jelennek meg, amire mondjuk nem is gondolhattak volna a szüleink. És lehet, hogy biztos is így van a kutatások szerint, hogy 20-30 év múlva olyan jellegű munkakörök léteznek majd, amiről most még nem is tudunk gondolkodni sem. Na most tehát azért erre valamilyen szinten, ebbe az irányba valamilyen szinten el kell indulni. Tehát itt fontos, hogy szinte ilyen tűpontossággal egy nagyon tervezett képzési folyamat azért az történjen meg. Hát lehetne ezt nagyon hosszasan sorolni, mert tényleg nagyon sok szegmense van. Igen, itt azért érdekes, amit mond, mert pont a szakképzéssel jártunk úgy talán, hogy mire beindult a kampány, és elkezdtük valóban egy picit ezt hangsúlyozni, addigra kialakult a hiánya a munkaerőpiacon, és most már tényleg nagyon kevés az olyan szakember, akit fel tudnak venni a foglalkoztatók. Igen, hát egészen extrém történeteket lehet hallani egyébként. Komplett brigádok egyik napról a másikra, egyik nap óráról a másikra munkahelyet váltanak, tehát olyan verseny van a munkaerőért, és hát ebben azért vannak elég speciális ágazatok, mint például most az építőipar, ami azért korábban soha nem volt tapasztalható. De ha már belementünk így az ágazatokba, ilyen a feldolgozóipar is, ami azért itt minket Kelet-Magyarországon elég jelentősen éri, hogy ezekbe a munkakörökbe is alig-alig találni ember. És itt most már segíteni kell, itt most már utaztatni kell a munkaerőt, be kell vállalni a munkáltatónak, ebben valamiféle segítséget is kell, ha lehet számára adni. Esetleg ugye megindult a munkásszállás program, önkormányzatok erre jelentkeznek több esetben, mert látják, hogy nem csak egy cégnek az adott településen belül, hanem tömegével vannak munkaerőgondjai, és most ne arra a régi, ha picit azt mondom, picit negatív jelzős munkásszállóra tessenek gondolni, hanem tényleg a mai kor követelményének megfelelő munkásszállókra, ami majd esetenként vagy egy idő múlva tényleg lakhatási célokat is szolgál majd, de most az a legfontosabb küldetése, hogy a munkaerő mobilitását tudja segíteni. Abban, hogy valóban a munkaerőhiány megoldódjon, vagy enyhüljön, segíthet az, hogyha nyugdíjasokat sikerül újra foglalkoztatni? Ugye ez már megint egy kormányzati törekvés, erről korábban is szó volt, a nyugdíjaszövetkezeteken keresztül akár a foglalkoztatás. Hol tart ez a folyamat, és mennyire lehet ez valóban egyfajta megoldás? Mindenképpen szükség van rájuk, és hát a valóság tulajdonképpen hozza a példát. Ha a legfrissebb adatok most eszembe is jutnak, olyan 70 ezer környékén van, akik nyugdíjasként munkát vállalnak, ez azért nagy szám, és hogyha a jövőben az a módosítás, ami most a parlament előtt van, az adócsomag részeként megszavazásra kerül, akkor pedig jóval könnyebb feltételek mellett fognak tudni munkát vállalni, ugyanis a tervezet szerint egy 15%-os személyi jövedelemadó fogja terhelni a munkabért és semmi más, és nyilván van a nyugdíjat meg abszolút semmi. Tehát egy látható, kitisztult folyamat eredményeképpen tudnak majd munkát vállalni. Ez nyilván országosan a költségvetésből némi kieséssel jár, nem is olyan kevéssel, de a másik oldalon pedig az SZIA-nál valószínűleg azért ebből sok minden vissza is fog jönni. És hát ami a legfontosabb, hogy ők még viszonylag friss nyugdíjasokról van szó egyébként, ők még benne vannak ebbe a lendületbe, ismerik azokat a munkahelyeket, munkafolyamatokat, hiszen lehet, hogy csak néhány hónappal ezelőtt álltak ki ebből a munkából, és hát ők még tartalmasan tudnak segíteni. Olykor megkockáztatom, tartalmasabban, mint a fiatalok, mármint akik oda kerülnek újonnan. De ezt a két dolgot nem is kell külön választani, mert nagyon sok helyen olyan jellegű programok is vannak, támogatott programok is esetenként, hogy az idősebb munkavállaló valamiféle mentorként a hozzájuk kerülő fiatal munkavállalónak átadja azt a tudást, ami egyébként megint nem egy ördögtől való dolog, hiszen évszázadokkal ezelőtt is lehetett erre példa. Tehát átadja az idősebb szaki azt a tudást, és hát innentől fogva a fiatalnak is tulajdonképpen nem azzal fog eltenni fél éve, egy éve, hogy mondjuk keresi a szerszámot a műhelyben. Tehát itt akkor alapvetően azt lehet mondani, hogy ez lehet az egyik megoldás arra, hogy csökkenjen a munkaerő hiány,
hogyha a nyugdíjasokat sikerül valóban aktivizálni. Az egyik megoldás, de ahogy említettem, tényleg itt nagyon sok dologból függ össze a jó eredmény. Gondolom egyébként az elsősorban részmunkaidő lenne, tehát nem igen, igen 8 többnyire, órában számítanak az idősebb emberek. Többnyire. Hát igen, például a hölgyeknél ugye van a nagymama szezon, nyári szünet, tehát olyankor nincs mese befőzés időszak, de ezek az élet természetes velejárói, tehát nem szabad kiragadni magunkat a valóságból, tehát nyilván egy nagymamának az a legfontosabb, hogy mondjuk nyáron tudjon segíteni a gyerekeinek, az unokáinak azzal, hogy esetleg vigyázz a csemetére. Ez lelkinek is jó mindenkinek. De mondjuk, amikor beáll a csendes ősz, a gyerekek elmennek óvodába, iskolába, akkor meg azt mondja, hogy mit tudom én most még tudnék egy szezonális munkát vállalni 3 hónapra. Tehát itt már nem arra kell gondolni alapvetően, hogy valaki ugyanúgy folytatja, mert nyilván életkorából adódóan, erejéből adódóan. Nem az az elvárás, hogy azt a napi 8 órát az év minden munkanapján. Tehát itt a rugalmasság megint egy fontos szempont. Ugye itt, ahogy az alapján, hogy beszélgettünk, nyilván az a feladat, hogy valahogy egy egyensúlyt hozzon a rendszerbe majd, de ehhez át kell látni teljes mértékben nyilván a munkaerőpiaci helyzetet. Mennyire sikerült már feltérképezni a viszonyokat, hiszen teljesen új ugye ez a kinevezése, még a múlt héten tette le az esküt, ahogy én tudom, gondolom, hogy ez önmagában egy időigényes folyamat. Hát időigényes, és megkockáztatom, hogy egy olyan terület, amire senki sem mondhatja, hogy teljesen ismeri, hiszen órák alatt is változások történhetnek. Egy-egy kedvező piaci megrendelés, vagy éppen kedvezőtlen, tehát rengeteg befolyásoló tényező van. A fő irányokat meg lehet tanulni, ki lehet tapasztalni, be lehet gyűjteni a véleményeket, de nyilván minden egyedi helyzetre azért nehéz megoldást találni, bár, ahogy említettem, pont ebben a helyzetben abban az irányba kell mennünk, hogy minden csoportnak tudjunk valamiféle útmutatás segítséget adni. Hát az apparátus az szerencsére ott áll az államtitkárságon, a pénzügyminisztérium kötelékében, közel 160 munkatárs dolgozik ezen a területen, csak a foglalkoztatáspolitika államtitkárságon. Háttér intézményünk, bár most már nem ez a hivatalos neve, a Országos Foglalkoztatási Alap pedig pályázatokkal segíti azokat a munkavállalókat, akik érdeklődnek ezen a területen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a struktúra készen áll. Természetesen mindig kell újítani, most is van egy ilyen törekvésünk, amikor is pont itt Kelet-Magyarországon, Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár megyében a foglalkoztatás, a járási foglalkoztatási osztályokon egy olyan jellegű tanácsadást, tapasztalatcserét fogunk tudni biztosítani, ami megint csak előre viszi a dolgot, és hát ez a két megye ilyen pilotprogramként, tehát ilyen jó kísérletként mindenképpen egy későbbi egész országra kiterjedő munkának az alapja lehet. Ugye van egyfajta jelenség, hogyha maradunk a munkaerőhiánynál, amelynek következtében azért a fizetések bizonyos területeken jócskán megemelkedtek, amik ugye a foglalkoztatóknak a terheit növelik. Nem tudom, nyilván lehet, hogy még korai ez a kérdés, tervezik, vagy gondolkodnak abban, hogy bármiféle kedvezménnyel a foglalkoztatók felé esetleg majd próbálnak gesztus gyakorolni, hogy könnyebb legyen a helyzet és valóban tartható legyen ez az állapot? Igen, ez most megint egy olyan dolog, ami az egyik talán, ami leginkább feszíti ezt az egész kialakult helyzetet, hiszen nyilvánvalóan viszonylag szűkös a munkaerő, ahogy szoktuk mondani. Meg kell fizetni. Következő lépés, de ezt ki kell termelni. Ha ez nem sikerül, akkor az egész cég esetleg csődbe juthat, nem lesz működőképes, akkor esetleg elküldi azt az embert is, akit mondjuk megtartott volna, hogyha. Tehát itt azért nagyon érzékenyen kell megtalálni azt a határt. Nyilván itt a minimálbér, szakmunkás minimálbér azért egy alap, mert azért sok minden ehhez igazodik, tehát nagyon meg kell találni azt a határt, amit még a vállalkozók ki tudnak fizetni, a termelőszféra még ki tud termelni, mert hát nyilván elvárások, elgondolások azért vannak, az érdekképviseletek is talán napi hírekben láttuk, tehát egészen szép, nagy kerekszámokat fogalmaznak meg, nekik ez is a dolguk egyébként, de hát a tárgyalóasztalnál azért én hiszem, hogy majd közelíteni fognak az álláspontok. Ami eddig is gyakorlat volt, hogy egy viszonylag kiszámítható több évre
vonatkozó megállapodási menetrend szülessen, az jónak tűnik, ezt érdemes betartani, még akkor is, ha viszonylag azért itt most már felgyorsulnak az események, tehát elég gyorsan változik itt a gazdasági körülállás, de maga a módszertan az továbbra is alkalmazható, hogy legyen egy kiszámítható. Ahogy az életpályáknál is megvolt ez, ugye a minimálbér, szakmunkás minimálbérnek a tervezésekor is, és hát a vállalkozóknak nem kikerülve a kérdés, pedig valamilyen formában segítséget kell nyújtani. Eddig ugye általában az volt, hogy munkahely teremtő beruházásokra volt pályázati lehetőség, tehát ebben a formában lehetett igényelni támogatást. Én azt gondolom, hogy a munkahely megtartóra is legalább annyira szükség van innentől fogva, hiszen lehet, hogy említettem, egy kedvezőtlen piaci helyzet, egy szállításban valami csúszás, és hát olykor ilyeneken múlik egy-egy kis vállalkozásnak a léte. Másik dolog, ugye itt már azért voltak törekvések arra visszatérve a szakképzéshez, hogy az oktatási rendszert is egy picit arra felé terelni, hogy akár ugye több szakembert tudjunk képezni. Ez a folyamat folytatódhat-e, kell még esetleg még nagyobb súlypontot helyezni a szakképzésre? Mi a vélemény erről? Azt gondolom, hogy igen, bár ez most konkrétan nem tovább passzolva a labdát, de minisztériumi szinten már nem hozzánk tartozik, de hát minden összefügg mindennel, ahogy szokták mondani, és hát a képzés ilyen értelemben, én azt gondolom, hogy az elhelyezkedésnek egy alapja. Tehát minél inkább több ismerettel bír, esetleg több szakmai, úgy értem szó szerint több szakmai ismerettel az illető, annál nagyobb az elhelyezkedési esélye. Ezeket az átképzéseket, ezeket mindenképpen segíteni kell, erre is vannak országos foglalkoztatási alapból programok, mert az élet bizony hoz olyat, hogy eddig ezt kellett csinálni, és innentől pedig ez kell. A munkaerőnek a munkafegyelme, a munkahelyhez való hozzáállása teljesen tökéletes, csak mondjuk most már más kell csinálni, mint eddig. Nagyon nagy hiba lenne most valahonnan újonnan keresni, talán nem is találna a szereplőket. A belső jól bevált kollégákat, a belső képzések, ezek legalább olyan fontosak. Tehát nyilván kell egy általános jó szakmai alap, amit megszereznek az intézményekben, oktatási intézményekben, aztán pedig ugyanilyen gyors reagálású belső továbbképzésekkel biztosítani azt, hogy haladni tudjanak a továbbiakban is. Na hát ahhoz képest, hogy abból indultunk ki, hogy kényelmes pozícióba került az alacsony munkanélküliséget illetően, kiderült, hogy rengeteg tennivaló lehet, még nagyon jó munkát kívánunk ehhez. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a közügybe mára. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.